Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntünk mindenkit a Magyar Röplabda Szövetség workshopján, edzőképző workshopján, ahol a csoportok különböző gyakorlatokat fognak bemutatni, amin dolgoztak a délelőtt folyamán, és a kicsiktől a nagyobb felé haladunk, elsőként pedig a mini korosztály egyik csapata lesz majd, ők a legkezdőbbek, vagy talán úgy tudnánk mondani, hogy jó 11-13 közötti, nyilván a lányok egy picit idősebbek ennél, de a lényeg az, hogy kicsit a kezdetektől hogyan építették föl, és akkor egy pár gondolatban légy szíves szólj arról, hogy mi volt a tapasztalat, hogy sikerült a munkátok, és amikor elkezditek, akkor indul az óra. Üdvözlök mindenkit, Szijjártó Mátyás vagyok, az egyes csoport narrátora. Először is nem, szerintem közös élményünk, vagy legalábbis feltételezem a közös élményünk, hogy azért a beszélgetés részét tudtuk volna még folytatni. Ugye két téma volt, két feladatkártya. Nekem személy szerint az a tapasztalatom, hogy nem igazán volt talán elég arra az idő, hogy a két témát átbeszélni, és még gyakorlatokat rendszer szinten fölépíteni. Tehát talán egy ilyen észrevételi javaslat, hogy lehet érdemes mondjuk egy feladatkártyát választani, azon dolgozni, és ahhoz a gyakorlatokat összerakni. Egy kicsit az az érzésünk, azt beszéltük a végén, hogy ugye a gyakorlati részre kevés idő maradt, de lehet az is benne volt, hogy úgy belemelegettünk a beszélgetésbe, hogy már úgy kellett magunkat rugdossni, hogy na menjünk a lányokhoz. Úgyhogy ez az alap gondolatom, de maga a beszélgetés az hihetetlenül gyümölcsöző volt, mert nagyon sok szempontot hallottunk, fölmerültek azok a kérdések, hogy mi a kiinduló helyzet, mi az előképzettség, mint általános irányelv, hogy oké, hogy beszélünk valamiről. És végül is a mi feladatunk az volt, hogy hogyan építünk föl nulláról egy ütőmozgást, úgyhogy ez lenne a mi prezentációnak a témája. Rögtön itt megjegyezném, hogy senki ne várjon egy olyan előadást itt, hogy itt most tényleg a nulláról hogy kell felépíteni, és én inkább arra fogok koncentrálni, hogy itt lesznek gyakorlatok, a lányok mutatnak be dolgokat, hogy azt az egy-két fontos tényezőt kiemeljem, amit ennek a témának a kapcsán mi összeraktunk, hogy nem is biztos, hogy megoldás, hanem akár kérdést. Úgyhogy akkor átadnám a színpadot, és akkor innen oldalról, vagy nem tudom, kell engem látni. Gyertek, lányok! Közben rögtön az első gondolat ugye az volt, hogy ütés, mikor kezdem el tanítani az ütést? Melyik az a korosztály, ahol azt tudom mondani, nyugodtan szerintem kezdjétek el, én meg közben jártatom a számat. Tehát, hogy melyik az a korosztály, ahol egyáltalán elkezdek foglalkozni az ütéssel. És erre azt szültük meg közösen, hogy az, hogy ütés élmény, ez gyakorlatilag az U3-tól el tudom kezdeni bevinni. Tehát az, hogy a gyerekeknek legyen egy olyan élmény, mert lássuk be, hogy a gyerekek azért jönnek le röplabdázni, mert mondjuk látták ezt a sportágat, és mi az, amit látnak? Azt, hogy fölemelkedik, és bum, és üti, és csapódik a labda. Tehát azt gondoljuk, hogy ezt az élményt, hogy ütés, hogy beleütök a labdába, ezt minél hamarabb vigyük bele. Mert, és ez is elhangzott a mentorunktól, az a gondolat, hogy a röplabda az legyen egy menő sportág. Érezze azt a gyerek, hogy menő röplabdázni, és ezért aztán ennek farvizén mondjuk azt, hogy igen, és az első edzéstől kezdve legyen valami olyan élménye, ami az, hogy a labdát megütöttem, és akkor itt rögtön egy játékkal kezdjük. A játék kapcsán pedig átadom a szót Attilának. Üdvözlök mindenkit! Én Győrben vagyok, esmény tanárbács, és kimondottam harcosokat tartok röplabda foglalkozás. Fősport, sportágom a torna, de a röplabda imádata így is benne van. És egy kicsit váltani kellett egy sérülés miatt. No, szóval azt fogom látni, hogy öt részre építettük fel az egész előadást. Az első alá tehát egy kicsit játékokkal kezdünk, mivel alsósoknak a legnagyobb az, hogy játék élményt adjunk és sikerélményt adjunk. Az első ilyen játék, ami egy picit a röplabdával párosítható, szabadulás a labdától, de ütéssel. Mégpedig
hogy élvezhetőbb legyen, meg picit technikailag is képezzük a háló alatt ütik a labdát. Igen. Jó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Megáll. Ahol kevesebb labda van, az a csapat nyert. Hol van kevesebb labda? 3 labda. Jó, most ez döntetlen? Hány labda van ott? 3, jó? 4. Akkor ez a csapat győző. Természetesen ezt lehetne tovább ismételni minél többször. Gyertek át a másik térfélre. Gumilabdával, egyszerű labdával, ami könnyebb labda, az alsósoknál maga sok ütésre próbáltunk összpontosítani. Erre egy játék, a kidobó játéknak az átalakítása, méghozzá kiütő játékkal. Alkarral védekezhetnek, akár a lábukat, akár bármilyen testrészüket eltalálja a labda, valamilyen kiegészítő feladatot a pályaszínen végre kell hajtani, és visszaállhat a játékban. Kimondottam gumilabda, vagy szívaslabda, ami nem annyira fájdalmas a kezdőknél. Fejtalálat, nem találat. Jó? Csináljátok 3 búgolást, aztán állj vissza. Nagy teremben sok gyereknél több labda működhet, most csak 3 gumilabdát sikerült találnunk. Jó, köszönjük. Ennek egy módosított változata. Lányok, megvannak még a párok? Nem játszuk? Jó. Tehát azt találtuk volna ki még játékként, hogy a már feladatként ugye feldobott, edző által feldobott labda, de most a párok tagjai dobták volna fel a labdát, és a társ meg üt, és ha úgy ér el találatot, akkor kimegy, egy bóját odébb tesz, és így számolják, hogy ki ért el több találatot. Tehát ilyen játék lenne még, ezt lehetne bonyolítani is, és itt akkor átadnám vissza a mikrofon, de mennyi dolgom lett volna. Köszönöm, hogy meghallgattatok! Tehát az első gondolatunk az volt, hogy az ütés élményét játékos formában vigyük be minél hamarabb. A második gondolatunk pedig nyilván az, hogy fölmerül az a kérdés, hogy hogyan érdemes oktatni, és nem kellett sokat gondolkodjunk, de azért ezt megállapítottuk, hogy érdemes az ütést részére bontani. Ez következik most. Az első munkamenetben nyugodtan elkezdhetek közben. Azt látjátok, hogy egy olyan foglalkoztatási formát találtunk ki, amikor az ütés karmunkáját különböző csoportokban, különböző módokon dolgozzák fel a gyerekek, és ezt azért tartjuk egy hatékony dolognak, mert... Mehetünk? Kérdés? Pörögjünk, mert 14 percünk van csak. Csináljátok nyugodtan. Tehát az első gyakorlatnál kétkezes felső hajítással indítunk. Azt állapítottuk meg, hogy a kétkezes felső hajítás az egy nagyon biztonságos technika, ugyanis ezt nem nagyon lehet elrontani, hogy ott a gyerek nem tudja leejteni a könyökét, mert két kézzel fej fölül az már kialakít egy helyes karmunkát. Ebben még egy törzs fordítást teszünk bele, hogy már az ütőmozdulat törzs munkáját is kikényszerítsük. Teniszlabdát használnak a gyerekek. Kézből ütött labdát látunk, saját magunknak földobott. Nyilván ezt nem úgy kell értelmezni, hogy ez egyszerre történik, hanem most azt mutatjuk be, hogy gyakorlatilag onnan indulunk, hogy hajítás két kézzel, aztán egykezes hajítás, ugye teniszlabdával, mert azért egy kézzel kisgyereket, röplabdát hajítani nem biztos, hogy meg fogunk tudni tanítani, tehát azt meg tudja fogni, itt még a kezéből üti ki a labdát, itt pedig már földobja maga a labdát. Tehát ezt nem úgy kell értelmezni, hogy ezt így egyszerre csinálja mindenki, hanem ezek a munkamenetek. Emeld fel a könyöködet, és magasan. A kérdés, és itt most nem a tutit mondom, hanem a kérdést teszem föl, hogy
hogyan tudjuk azt megvalósítani, hogy mindeközben a hibajavítás személyre szólóan adott esetben mindenkinek megvalósuljon. Tehát olyan munkaformákat érdemes keresni, amikor az edző ezt meg tudja valósítani. Szerintem tovább léphetünk. Gátakra van szükség? Zsámolyokra. Itt van a gát. Zsámolyok, gátak, ebben vannak a kis gátak. Megfogod egy picit? Edző kollégákat kérjük, hogy segítsenek a gátakat és igazgatni zsámolyokat. Hát amit látunk, hogy ugye karmunkát tanítottok külön, lábmunkát tanítjuk külön, és külön a lábmunkán belül is ugye érdemes részeket megnevezni. Tehát például megfogalmaztuk azt, hogy mennyire fontos, hogy a gyerekek tudjanak leérkezni. Tehát az ütéshez a leérkezés is hozzá tartozik. Ott a középső zsámolynál, én ezt a zsámolyt egyébként egy picit magasnak érzem, itt most nem látok alacsonyabb zsámolyt, de mondjuk zsámolyról leugrik, érkezik, tehát magát az érkezést gyakorolja. Szerintem jó a zöld. Ezt cseréljük ki. Lányok, induljunk, csináljuk, csináljuk. Tehát itt, ennél az állomásnál érkezést gyakorlunk, mert az ütés végén meg kell valahogy érkezni. Ennél az állomásnál magát, a fölugrásnak a pillanatát, tehát még nem szerveztünk lendületet, mehet. Kislány azért fogja a kezét, hogy a lendítés kikényszerítse, tehát hátul a karmunka. Ugye itt most akkora ugrásokba haladunk, hogy azért ide képzeljük el még mind a lépéseket. Megtanítottam neki, hogy hogyan kell lendíteni a karját. Esetleg itt most sima oldalterpező ugrik föl, de azért érdemes megtanítani neki, hogy melyik láb van előrébb, merre csámpázik. Összekötöm egy képességfejlesztő gyakorlattal. Itt nyilván ez a technika, amit most látunk, ez nem a kívánt technika, tehát ebben semmiféle szökkenés például nincsen benne, de a logikája az az, hogy gátakon gyakoroltatom, kikényszerítem magát a felugrást, a végén összekötni a konkrét technikai elemmel. Itt is már valószínűleg megtanítottuk a helyes lábmunkát, és a végén még mindig csak teniszlabdával megadom neki valamennyire az élményt, hogy már összekapcsolom a korábban tanult karmunkát. És lépjünk tovább. Megtanítottuk külön a karmunkát, külön a lábmunkát. Következő lépés, hogy megpróbáljuk a kettőt összekapcsolni. Még annyit közben, függetlenül attól, hogy kar vagy lábmunka, szintén egy kérdésként dobnám be, meg észrevételként, hogy az összes olyan típusú foglalkozásnál, amikor mondjuk egy ilyen köredzéses állomást rakok össze, tehát egyik állomástán jön a másik, ugye lenne egy olyan forma, hogy csinál valahol valamit, oda megy a következő állomáshoz, és a következőhöz, és a következőhöz, és visszaért oda, honnan indult. Ennek meg lehet az az előnye, hogy sokszínűen gyakorol és sok ingerrel bombázzuk. Nekem a kérdésem az, hogyha mondjuk ennél az állomásnál, éppen nem tudom, hogy mi lesz, de mondjuk lesz egy gyakorlat, aminek a végét ütéssel kell befejezni, és lábmunkából jön. Neki itt van valami hibája, mert biztos, hogy lesz. Ha én mondok neki egy hibát, hogy mit rontottál el,
majd utána megy három különböző állomáson körbe, ahol adott esetben más típusú gyakorlatot lesz, akkor mire újra visszaér, bocsánat, csináljátok, akkor vajon még emlékszik-e, hogy milyen hibát mondtam neki, és fog tudni-e rajta javítani. Nyugodtan csinálját. És mi a felett, vagy föntössük át? Fönt tudod a háló fölött. Tehát ez az első észrevételem, hogy mondjuk ha megnézzük a most zöldpólós kislányt, aki ütött, szedi a labdáját, megy egy következő állomásra, majd egy következőre, most lehetne mérni stopperrel az időt, hogy mire ő ide visszaér, mennyi idő telt el. Egy másik munkaforma lenne, hogy mondjuk ugyanezeken az állomásokon úgy csináljuk, hogy ő mindig az adott állomásba, az oszlop végére visszáll, ne adj Isten, kiegészítő feladatok után, és akkor ugyanazt a mozgást sokkal sűrűbben kapja, van esélye a hibát javítani, egyből az instrukciót beépíteni, amit kapott. Újabb kérdés, amit felvetnék, ugye itt most edző kollégánk dobja a labdát, tegyük föl, hogy nincs éppen 6 edzőnk egy csapatra, mi van, hogyha csak a fekete pólós úriember az egyetlen edző kolléga, vajon biztos az a legjobb, hogyha ő itt dobálja a labdát. Csináljátok nyugodtan. Nem lehet-e, hogy mondjuk érdemes nekünk a gyerekeinket megtanítani dobni az elejétől kezdve, hogy képesek legyenek egymásnak dobni a labdát, és akkor én edzőként nem ragadok le egy állomásnál, meg azért lássuk meg, hogy mondjuk ő éppen nem látja, hogy mi zajlik mögötte. Tehát ezek megint kérdések. Elképzelhető persze, hogy én olyan állomást találok ki, ahol a többi állomásom önjáró, tehát egyszerűbb a feladat, vagy már tanult feladat, és akkor nincs feltétlenül rám olyan szükség, de azért ez mindenképp fontos és végiggondolandó kérdés. Itt is maga a felépítés, hogy tartott labda, dobott labda, azt helyből kell megütnie, háló alatt üti meg, vagy dobott labda, és háló fölött, tehát a fokozatokat. Köszönjük. Olyat ne csináljunk még vele, hogy mondjuk ők kezdik el dobálni egymásnak, és megmutatni, hogy ők hogy csinálják ezt, mert hogy van még 6 perc, nem? Uh-huh. Nem, hogy egy ilyet, hogy a gyerekek is... Vagy az is lehet, hogy hagyunk időt hozzászólásra. Jó, oké, jó, bár, jó. Utána meg jó. A bármely, jó. Köszönjük szépen. Lányok, csücs le, nyugodtan. Hát arra gondoltunk, hogy fotó? Igen. Tehát én az 5 percet itt meghagynám esetleg a hozzászólásokra, hogyha lehet. Nyilván ezt említettem, hogy a gyakorlati résznél nem tudtunk egy olyan 20 perces egységet fölépíteni, hogy most megváltsuk a világot. Inkább ezeket a kérdéseket, amiket fölvetettem, összefoglalva a játékosságot, az ütést bevinni, részeire bontani, olyan munkaformákat találni, ahol nem áldogál a gyerek, olyan munkaformákat találni, ahol az ismétlés számot úgy tudom neki adni, hogy a hibajavítást közvetlenül be tudja építeni. És akkor... Sziasztok, Kovács Ági vagyok. A mi feladatunk elsősorban ennek a résznek a továbbfejlesztése volt. Hát elég kemény, hogy már az U13-ban, a hátsósoros támadásnál alkalmazzuk-e, és ha igen, akkor milyen gyakorlatokat alkalmazunk ahhoz, hogy ez kialakuljon. Itt azért egyetértettünk abba, hogy ahhoz, hogy a hátsósoros támadást alkalmazunk, ahhoz már bizonyos technikai szinten kell a gyerekeknek állni, és az edzők többsége azt mondta, hogy egyelőre még nem tartanak itt a csoportok. A másik kérdésünk az volt, hogy mit tartunk fontosnak, az egyéni képzést, vagy a mindenkire általános képzést. Itt természetesen megegyeztünk abba, hogy az egyéni képzés az a legfontosabb, de azt is mindenkinek tudni kell, hogy általában egy ember dolgozik, mint ahogy az előttem álló csoportban is ugye elmondták, hogy egy ember nem tud egyszerre egyéni és csoportos képzést is csinálni. Így olyan ötleteink voltak, hogyha esetleg vannak aktívabb, nagyobb gyerekek, ilyen segítség, tessék, akkor azokat be lehet vonni, és idő és terem hiányában, tehát ezt úgy gondoltuk, hogy minden gyereknek mindent egyszerre meg kell tanulni, és akkor elkezdik, bemutatják. A feladatunk ugye az, hogy az ütésre való felkészítés, illetve pontosabban a támadásoknak az elvégzése.
És a gyerekek egyelőre ugye most dobott labdát kapnak, és ezt most kosárérintéssel próbálják. A feladat az, hogy egyenes támadást hajtsanak végre, ha lehet, egy felugrással történő támadó kosárérintéssel. Abban is megegyeztünk, hogy mint az előttünk álló csoport is ugye megegyezte, hogy nagyon fontos a hibajavítás, és amikor az ember egyedül van, akkor bizony időnként meg kell állítani a csoportot, és vissza-vissza nyúlni, szétszedni a mozgást, újra elemezni a karmunkát, a lábmunkát. Cseréltek, ami azt jelenti, hogy most nem egyenes támadás megy, hanem még ugyanígy kosárérintéssel, és most már átlós támadást próbálnak a gyerekek megvalósítani. Látjátok azt is, hogy folyamatos a csere, tehát mindenki mindent, igen, mindenki mindent elemet megcsinál, és még helyet is cserélnek, tehát egyszer jobb oldalon, egyszer bal oldalon dolgoznak. Az edző megpróbálja minél gyorsabban dobni a labdát, és a gyerekeknek ugye a kitett bóját, az nagyon fontos, hogy figyelniük kell, és egy picit ugye alkalmazkodni kell, kerülni. Jó, haladunk a fejlődésben, egykezes lehetőség szerint támadó érintést, ejtést, vagy hát ugye ahogy sikerül, azt kell megvalósítani. Itt már ugye túl vagyunk azon, hogy a gyerekek az első etapban ugye megtanulták már a lépészárást, a karmunkát, de ettől függetlenül azért még menet közben a technikai hibákat azt mindig javítanunk kell. A fejlődésnek ugye a következő szakasza, amikor már megpróbálják a gyerekek először egyenes ütést. Ugye itt volt az egyik hiba, amikor ugye nem jó ritmusba ugrottunk föl. Nagyon sokszor figyelmeztetni kell ugye a gyerekeket a kitámasztás fontosságára, azért, hogy ne essen bele a hálóba, és itt nem csak önmagában a pontveszteség, hanem a sérüléseknek ugye a lehetősége. Amikor szervezünk edzést, azt is megbeszéltük, ugye, hogy egy edzés szervezésnél nem mindegy, hogy 10, 20 vagy esetleg 25 gyermekkel kell egy edzést megszervezni, hiszen az a fontos, hogy mindig és mindenkor, minden feladatban a gyerek részt vegyen. A szervezés itt azt mondom, hogy az az egyik legfontosabb az edző részéről, hiszen nagyon oda kell ugye figyelni, hogy a gyerekek ne maradjanak ki egyetlen egy mozzanatból sem, és felmerültek ilyen kérdések, hogy mi van akkor, hogyha például a korcsoportban olyan gyerek érkezik, aki még nem találkozott a röplabdával, hiszen ez sajnos nálunk is elég gyakori, hogy hogyan tudunk odafigyelni arra, hogy még annak ellenére, hogy itt is kell egyéni képzés, hogy valaki még egyéni figyelmet is kapjon. És azt is valahogy be kell tudni építeni az edzésbe. Itt a feladatban már a gyerekek ugye a dobott labdát megpróbálják szépen kiemelni, és ezt kosárérintéssel megtámadni. Is mindenki részt vesz ugye a feladatban, ugyanúgy, mint támadó, mint föladó,
és ilyenkor, ha ugye most nem állítjuk meg az edzést, de edzés közben rengeteget kell őket figyelmeztetni, hogy melyik lábbal állunk előrébb, amikor ugye a hálónál vagyunk, a hálóhoz közeli lábunk, hogy be kell fordulni a feladáshoz, nem lehet hanyagtartással dolgozni. Váltottunk irányt, tehát most már keresztbe támadunk. És azért, ha nagyon nem is behallatszanak hátulról hogy az edzői instrukciók, hogy egy kicsit próbáljuk hosszabban kiemelni a labdát. Jó, akkor feladat már ugye ez úgy ítéltük meg, hogy jól megy, akkor a következő, amikor ütéssel megy ugyanez a feladat, és első nekifutásra megpróbáljuk az egyenes ütést, ami azt hiszem látjátok, hogy azért elsőre nem is olyan egyszerű. Jól ki kell tudni számolni a feladásnak az ívét, a hálótól való távolságát, és akkor tudja a gyerek eldönteni, hogy hogyan tudja megoldani. Hiszen a föladók is gyakorlatlanok, tehát sajnos kétszer egymás után bizony nem kap ugyanolyan feladást. És ez is ugye a nehézségét adja a feladatnak. Itt az ütésnél mi többször átbeszéltük, hogy ugye mennyire fontos az, amikor a technikát tanítjuk, a nyújtott könyök, a nyitott tenyér, a karlendítés fontossága, hogy megfelelő dinamikus erő legyen, hogy ehhez a gyereknek legyen megfelelő izomzata, tehát arra is ugye oda kell figyelni. És beszéltünk arról, hogy esetleg érdemes-e már itt ebben a korban specializálódni, hogy kiből lesz föladó, illetve ki az, aki majd ütőtípusú lesz. Tulajdonképpen jól átbeszéltük a dolgot, és egyetértettünk abba, hogy ez a korosztály, amikor esetleg már lehet eldönteni, lehet próbálkozni, hogy ki az, aki melyik feladatra lesz a legalkalmasabb. De abban a pillanatban, hogy valami megváltozik, például egy gyerek egy évben nagyon sokat nő, szétesik a mozgása, akkor ugye lehet módosítani ezen a koncepción. Az edzőtől kapott labdát megpróbáljuk ugye pontosan bejátszani, és a társától föladott labdát. Nagyon fontos, hogy ugye lábbal oda kell érni a labda alá, és úgy befordulni, és már láttunk is itt egy lábtartási hibát. Tehát úgy befordulni, hogy a föladóhoz menjen oda a labda, és ha kellő magasságú, akkor lehet ugye megütni. Abban is egyetértettünk, hogy a röplabda szinte elsősorban egy lábmunkás sportág, tehát nagyon-nagyon fontos akár a feladásnál, akár az ütésnél, hogy a gyerekek lábbal már előre út legyenek, mert akkor tudnak pontosan dolgozni. 2-2 elleni játék következik. Itt az edzőknek az volt a kérése, hogy amennyiben ugye lehetséges, a gyerekek mindig jelezzék, hogy kié a labda. Tehát, hogy szólnak, hogy az enyém,
és látjátok, hogy egymás mellett állnak a gyerekek, mindkettő várja a labdát, és aki bead, ugye, az fog utána támadni. A másik pedig nagyon szépen magasra megpróbálja fölemelni a labdát. Ezt a feladatot természetesen, amikor mi magunk edzünk, akkor lehet sűrű cserével csinálni, hogy a gyerekek nem mindig ugyanazzal a párral dolgozzanak, illetve nem mindig ugyanaz legyen az ellenfelük is, hiszen a gyerekek nincsenek egy szinten, tehát jó, hogyha sűrűn cserélődnek. Itt is ugye a szervezési feladat, ami későbbiek során megnehezíti a dolgot, hiszen amikor egy edzőről beszélünk, akkor nagyon nehezen tud figyelni több csoporttal. Tehát mi is támogattuk azt az ötletet, amit az előttünk szólók mondtak, hogy a gyerekeket meg kell tanítani arra, hogy egymást is dolgoztassák, tehát hogy pontosan tudjanak dobni. Ami tudjuk mi felnőttek, hogy ez az egyik legnehezebb feladat, mindig ugyanoda dobni a labdát, de hogy az edzőnek is legyen időnként segítsége, és minden gyerekre oda tudja tenni a figyelmét, ezért időnként a gyerekeknek a segítségét is be kell vonni. Igen, nem hallottuk, hogy kié a labda. Nem volt kommunikáció. Én ezt a játékot egyébként az egyik legfontosabb játéknak tartom ebbe a korosztályba. Folyamatos a mozgás, folyamatos a helycsere, mindig változik ugye a pillanatról a pillanatra a feladat. Nagyon sok lábmunka szükséges hozzá, és szinte egy pillanat sincs az, hogy a gyerek állhat a pályán, mert sohasem tudja, hogy ugye a kettő közül kikapja a labdát. A következő feladat, amikor már a 2-2-ből felfejlődünk 4-4 elleni játékba, és az edzőtől kapott labdát ugye megpróbálják pontosan középre játszani, és innentől kezdve már azt mondjuk, hogy olyan egyszerű, mint a röplabda játék, beadunk, föladunk és átadunk. Egyelőre még kosárral. Itt is az a lényeg, hogy mindenkinek folyamatosan mozgásba kell lennie, hiszen az ellenféltől nem lehet tudni, hogy kikapja a labdát. A labda leesés pillanatában ugye cseréltek, forogtak, nem csak azért, mert a túloldalon van egy cserejátékos, hogy ő is mindig bekerüljön a csapatba, tehát egy játékos mindig lemegy, hanem azért is, hogy mindenki, mindegyik poszton ugyanúgy, ugyanannyi időt tudjon eltölteni. Egyébként szerintem itt lehet utána
jól meglátni, hogy ki az, aki majd nagyon jól érzi magát esetleg a feladóposzton, vagy inkább az ütőposztot fogja választani magának. Azért az is látható, hogy ebben a korosztályban még maga az ütés, az nem egy könnyű technikai elem. Nagyon növésbe levő gyerekeknél nagyon nehéz összehangolni a kar és láb munkáját, főleg akkor, hogyha folyamatos növésben vannak. Beszéltünk még arról is, közben ugye látjuk a gyerekeket, hogy hogyan dolgoznak. Beszéltünk arról is, hogy érdemes-e például ebben a korosztályban már elkezdeni a nehéz labda használatát, tehát a föladó labdáért, de egyetértettünk abban, hogy mikor szupermini korosztályból átjön a gyerek minibe, akkor így is a könnyebb labdából ugye nehezebb labdává változik a játék, és hogy innentől kezdve elég nekik ez a karerőhöz, hogy ezzel a labdával játszanak jelenleg. Tehát a saját testsúlyos erősítésre tettük a hangsúlyt, hogy még nagyon más nem szükséges. És miután nem sokára letelik az időnk, akkor elmondanám azt, hogy nagyon hasznosnak gondoltam ezt a megbeszélést. Először nálunk egy picit úgy nehezen indult, de utána csak úgy sziporkáztak a gondolatok. Egyre másra jöttek a feladatok és a feladatoknak a variánsai, hiszen minden alapfeladatot lehet bővíteni sokféle különböző nehezítő eszközökkel vagy ötlettel, és tudtunk volna egy csomó feladatot bemutatni, csak ugye egyelőre kevés volt rá az idő. És ahogy az idő haladt előre, tehát úgy egyre jobban mi is belemelegettünk, és már alig vártuk, hogy jöjjenek a gyerekek, hogy meglássuk, hogy mit tudunk ebből megvalósítani. Nem tudom, hogy van-e valakinek kérdése. Ha nincs kérdés, akkor átadom neked. Sziasztok! Mi már az U15-ös korosztállyal dolgozunk. Nálunk is előkerült a poszt-specifikus képzésnek a létjogosultsága. Mi arra jutottunk, hogy nyilván akadémiai rendszerben ez már ebben a korosztályban az elejétől fogva kell, hogy működjön. A többi egyesületnél azért ez nagyban függ attól, hogy milyen csoporttal dolgozunk együtt az első évben, de úgy látjuk, hogy inkább egy-két kivételtől eltekintve a második év az, ahol ez már mindenképpen szükséges. Ugye, ahogy itt korábban is elhangzott, a lányok ilyenkor még nagyon sokat nőnek, változnak, a mozgásuk szétesik, úgyhogy itt nem hoznánk még be ezt az elején. Feladatunk az az volt, hogy határozza meg a támadások taktikájának kialakításához, milyen technikai szintet tart szükségesnek.
határozz meg legalább három kritérium alapján, mi szükséges ahhoz, hogy normál feladás esetén 4-es és a 2-es helyről történő harmadik tempójú támadással támadni tudjon a játékos. A technikai szint, ugye el kell tudni jutni oda, hogy a bejátszás az eljusson a feladóhoz, hiszen anélkül viszonylag nehéz dolgunk lesz. Hogyha ez megvan, akkor már sokkal jobb a helyzet, hiszen akkor már csak egy jó feladó kell, aki kellő erővel rendelkezik ahhoz, és technikai tudással, hogy felemelje azt a labdát olyan magasságba, amiből egy harmadik tempójú támadást tudunk vezetni. És akkor a kétharmaddal meg is vagyunk, már csak egy egyharmad hiányzik valaki, aki kellően összehangolt kar és lábmunkával a megfelelő időben, a megfelelő helyen találkozni tud a labdával. Készítsen taktikai utasításokat, hogy az ellenfél melyik területének támadására törekedjen az ütő, ennek során vegye figyelembe az ellenfél védekezési rendszerét, sánc nélkül egyes kettes sánccal. Azt gondoljuk, hogy ezen a szinten az ilyen jellegű taktikai tudás elvárása az még korai. Úgy ítéljük meg, hogy itt azért a lányok többsége az még örül, hogyha sikerül az előző részt megvalósítania, hogy a megfelelő időpontban a megfelelő... Gondoljuk, hogy a területet ilyen szinten még nem visszük bele ezekbe a feladatokba. Itt közben elkezdődött az első feladat. A gyakorlat az a megfelelő kiinduló helyzet elfoglalását mutatja be. Itt ugye nagyon sok múlik azon, hogy a kiinduló helyzetet milyen játék részben fog el elfoglalni. Itt most az a helyzet van, amikor ez a csapat, amikor nyit az ellenfél, illetve mi nyitunk, és az ellenféltől egy rossz fogadás után a mi térfelünkre érkezik vissza a labda. Így a 2-es és 4-es helyen helyezkedő játékosnak annyi a dolga, hogy kilépjen az ütő pozícióba, elfoglalja azt, ahonnan majd indulnia kell. De nyilván ugye egész más a mozgás akkor, hogyha előtte védekeznie kellett, illetve akkor, hogyha egy nyitásfogadásból indul ütni. Jó, itt ugye nagyon fontos a feladat gyakorlása során is előkerült, hogy felhívjuk a lányok figyelmét arra, hogy ne fordítsanak hátat a pályának, folyamatosan úgy legyen, úgy történjen a hátra mozgás, legyen az akár keresztlépéssel, akár hátra lépegetéssel, hogy a pályát és a labdát azt mindig lássák. Jó, itt ugye a vezető edző bemutatta azt a játékosnak, hogy merre kell elindulni kilépés során a következő gyakorlatnál. Amikor először védekezéshez lépünk ki. És ugye itt most meg is figyelhettük azt, hogy kilépésnél hátat fordította játékos a pályának, amit mindenképpen javítani szükséges. Azt a csapatnak mondom, hogy a következő feladathoz majd a boxokra lesz szükség. Jó, addig elmondom, a kettes gyakorlatunk az a 4-es és a 2-es helyen boxról vonalütés. Először az ellenfél 1-es helyére, és utána az 5-ös helyére. Szerintem térjünk át a következő feladatra, mert kifutunk az időből. Először, ugye haladva technikai sorban, lányok saját maguknak fogják feldobni a labdát. Ezzel is segítve őket
hogy ne a külső körülményektől függjenek. Először magán mindenki. Ezt követ, ezzel lesz, amikor már majd eldobod neki. Először magának. Aha. Igen, tehát a vége az lett, hogy először saját maguknak dobják fel. Nem, már fordítottunk el, nem így csináltuk során. Nem így csináltuk során. Először nem megfogják és megdobják? Nem. De. Az utána volt, amit a maguknak csináltak. Nézd. Nem így dobáltak. Na mindig, ez mindig közben. Jó, tehát akkor most azt látjuk, ahogy az edzők dobják fel maguknak. Ugye azt az előző csapatok említették már, hogy ritkán fordul az elő, hogy annyi edző van, mint ahány játékos. Így nagyon fontos, hogy a lányokat bevonjuk a feladatok végrehajtásának az előkészítésébe. Így például abban, hogy megtanuljanak földobni egymásnak egy-egy labdát. Itt most mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert még a labdák után is edzők szaladgálnak. Jó, itt edzői utasításra gyakorolják akár az egyes helyreütést, akár utána az ötös helyreütést. Ha nem az edző dobja fel a labdát, akkor marad ideje arra, hogy hibát javítson, ugye menjen a bal kéz is, illetve hogy az ütés az nem a váll magasságában ér véget, nem visszafelé húzod a kezedet, hanem viszed lefele. Ami még szóba került ennek a feladatnak az előkészítésekor, és azt hiszem, hogy ebben konszenzusra jutottunk, hogy nagyon fontos, hogy ne dobjuk túl közel a hálóhoz a labdát, mert ebben a korosztályban még gyakran előfordul, hogy a lányok nem ugranak olyan magasra, hogy ne okozzon nekik gondot a háló magassága, és az, hogyha túl közel dobjuk nekik, akkor segíthet a rossz technika beidegződésébe, hogy valójában fölfelé ütnek. Ezért azt gondoljuk, hogy az a szerencsésebb, hogyha egy kicsit messzebbre dobjuk a hálótól a labdát, és akkor azt hosszú kézzel hátra tudja ütni. És utána van egyből, aki mélyesség dobja, utána van, amikor saját magának feldobja, és abból föladja, de már box nélkül. Hát is ez lett volna az, hogy ott magának a boxon, utána ez, és akkor a következő az, hogy feladásból, ütés és sáncból kilépés után. Jó, hogy magának dobt értem, nem baj, tök minden, mert időnk úgyis kevés van. Jó, és akkor következő az, hogy feladásból ütés és sáncból kilépés után. De most kijön a box kijön, tehát most igen, így van. Box nélkül a következő, igen. És akkor utána megy blokkal. Így van. Megjön az öt? Hát nem, most egy négy két, mire el fog menni az idő. Jó, következő feladatra térjünk át. Feladásból egyel előrébb lépünk, nyilván itt azért még lehetnek fokozatok, attól függően, hogy halad a csapat. Hogy itt a boxra már nem lesz szükség, azt vegyük ki. Az, de végén lesz a... Most ugye az a feladat jön, hogy feladásból ütés, a sáncból kilépés után. Tehát az egyik játékos bent helyezkedik el a hálónál. Itt már feladóval dolgozunk, illetve hát ugye, ahogy beszéltünk az elején arról, hogy még nem feltétlenül poszt specifikus a képzés, ezért annak érdekében, hogy mindenki gyakoroljon mindent, a lányok körbe mennek, aki... Aki feladott, az utána megy ütni, ott a másik oldalon, itt egy feladóval csináljuk, nyilván lehet így is, úgy is. Attól függően, hogy mennyire stabil a feladó pozíciója, ott nyilván a feladó ad fel, ahol ez még nem ennyire kiforrott, ott pedig felváltva csinálják a lányok.
annak érdekében, hogy, hogy segítsük az ütemet, a megfelelő ütemet, itt a hálóból kilépő ütőjátékos határozza meg, amikor ő kiért, akkor adja fel a feladó a labdát. Ugye, ahogy az előbb, úgy itt is van lehetőség vonal, illetve keresztütést kérni a lányoktól, nyilván egy dolog a fontos, hogy ne csak egy véletlenszerű ütés történjen valahova, legyen elképzelés. Ennek a feladatnak a következő fázisa az az, amikor már azt kérjük, hogy ha kint van a feladás az antennánál, akkor törekedjen a vonalütésre, ha beljebb van, akkor abból próbáljon meg keresztet ütni. Azért az azt gondolom, hogy itt is jól látszik, ami a beszélgetés során előkerült, hogy kevés lány van olyan fizikai erőben, hogy egy igazán magas labdát tudjon adni, úgyhogy ez mindenképpen egy fejlesztendő terület. Ott most láttunk egy szépen kiemelt labdát. Ez mindenképpen egy fejlesztendő terület a feladások során, hogy egy rendesen kiemelt labdával tudjon gyakorolni az ütő. Jó, és akkor a következő feladat, az pedig ennek szintén az egyel következő szintje, amikor már találkozik egy blokkal az ütő. Az ütő részéről a feladat végrehajtásában nincsen változás. A különbség az az, hogy egy fixen elhelyezett blokkal találkozik. Itt ugye már feltételezzük, hogy nem kell attól félni, hogy a felugró játékos átesik, nem kell sérüléstől tartani. A blokkon álló lányoknak ugye az a feladata, hogy ne nyúlkáljon, egy fixen feltett blokkal szemben találkozzon az ütő. Szóba került az a beszélgetés során, hogy vajon itt az ütőjátékosok mennyire tudják azt, hogy látják azt, hogy hol a blokk, merre kellene nekik támadni, és hát arra jutottunk, én azt gondolom, hogy teljes egyetértésben, hogy itt azért még ez még nagyon ritka, és inkább a véletlen műve, mint sem tudatos. És ugye azért az jól látszik, hogy ebből egy viszonylag pörgős ütőedzés lehet tartani, gyors bejátszásokkal, gyors feladásokkal, és hogyha még nem az edzők garmadája dobálja vissza a labdát, akkor egy kis fizikai terhelést is bele lehet vinni azzal, hogy elszaladnak a terembe. És egyébként most itt pont jó példa volt arra, hogy mellette még akár a sáncmunkát is lehet egy kicsit gyakorolni, hogy a blokkoló játékos tegye át a kezét a háló fölött. És ugye, ami még a feladat eleje volt, sánc nélkül egyes blokkal, kettes blokkal lehet a következő lépés az, hogy még egy blokkoló játékos feláll, és akkor már ketten sáncolják az ütőt, de azt gondolom, hogy ezt el tudjátok képzelni, hogy milyen, úgyhogy ettől most eltekinthetünk. Jó, szerintem. És Anikó kérte, hogy legyen még egy jóval, hagyjuk abba. A beszélgetés során ez is felmerült nálunk, hogy meddig csináltatunk egy gyakorlatot, és ebben egyetértettünk, hogy lehetőség szerint egy jóval hagyjuk abba, hogy az maradjon meg a lányokban egy pozitív élmény a végén, ne úgy jöjjön le, hogy nem tudtam megcsinálni. És akkor készen vagyunk. Sziasztok, Kontor Attila vagyok.
A csapatunk az U17-es korosztály center támadásának az oktatását kapta feladatul. Ennek ugye van néhány technikai kritériuma, ugye abból indultunk ki, hogy nagyjából már tudnak ütni. Nagyon fontos lesz a lábmunka, nagyon fontos lesz a karmunka, ezt meg fogjátok látni, külön is bontottuk, illetve össze fogjuk hangolni. Fontos kritérium lenne a robbanékonyság, illetve a helyzetfelismerés, valamint egyfajta agresszió centerként. Tehát centerként azt szeretnénk látni, hogy én meg akarom ütni azt a labdát, én le akarom sáncolni azt a labdát, szóval hogy ez a fajta hozzáállás kellene tőlük centerként. Alapból abban különbözik a történet a szélső ütők mozgásától, hogy a szélső ütők ugye egy magasan kiemelt labdához igazodnak, és szögből kikanyarodva indulnak a labdára. A centerek szemből indulnak a labdára, és mivel ezt valamennyire próbálnánk helyezni adott esetben egy sánc mellett, ezért hangsúlyt kap a válluk és a törzsük, hogy az utolsó pillanatban tudják helyezgetni a labdát. El is kezdenénk az első feladatot, ugye ez a labda nélküli mozgásra vonatkozik, és úgy állítottuk össze, hogy ugye a hálótól indulnak sáncoló mozdulatnak a végéből, kikanyarodnak, megkerülik a bóját, elindulnak, és egy ütőmozdulattal fejezik be a hálónál. Két oldalra bontottuk a dolgot azért, hogy aki balkezes, és nálunk van most balkezes, az a pálya jobb oldalának kettes helyről fogja ezt a rávezető mozgást megcsinálni. Itt látjuk is, megkerülj a bóját, indul, ugró, ütő mozdulat a vége. Ami itt is fontos, hogy kilépésnél szembe vagyunk a hálóval, kerüljük meg a bóját folyamatosan szembe, mert készülünk arra, hogy esetleg felénk következik a labda. Indulunk el, és egy ütő mozdulattal fejezzük meg. Szépen csinálják a lányok. A pálya másik oldalán a következő fokozatot látjuk. Annyi a feladat, hogy ugyanezzel a lábmunkával indulnak el, ugranak fel nyújtott kézzel, és ütő mozdulattal kapják el a labdát. A gyakorlat célja, ugye, hogy be tudják lőni maguknak azt a ritmust, ahogy elindulnak a labdáért, és hogy milyen magasságba kellene a labdát majd megütniük. Nagyon fontos a folyamatos hibajavítgatás részben a mozgásoknál, hiszen akkor tudják ismételni, illetve a labdás részeknél a mozgásnak a javítgatására, mert nagyon sok idő nincsen, vissza lehet hozzá kanyarodni. Amit előtte is megjegyeztek, hogy ugye jelen pillanatban, hála Istennek, nagyon sok edzőnk van, aki dobálja a labdát, de jelen pillanatban be lehet vonni a lányokat is ebbe, részben megtanulják dobni a labdákat, részben ennek többfajta előnye is van. Az egyik az az, hogy nem az edző a központi figura, és az edző körbe tud járni, és sokkal több helyen, sokkal több szemmel tudja őket javítgatni. Azaz. Gyors átszerelés következik, a pálya másik oldalán már dobott labdából fognak ütni, illetve tartott labdából, ami gyakorlatilag egy lépéssel tovább tart az elkapásnál. Tehát most már tudják, hogy hogy kell elindulni a labdákért. Nem sokára azt is csináljuk, de most más csinálunk. Jó. Jó. Okay. Az előbb említett gyakorlat előtt a pálya másik felén szintén kritérium volt nekünk, opcionális félig meddig, az egylábas felugrásnak az oktatása.
Ugye az egylábas felugrás kicsit másképp indul el, mint a center vagy a szélső ütő, mert hogy az első lépés a háló felé történik, és utána lépnek ki oldalt. A mozdulat lezárásaként a háló felé kell fordulva ütniük, és itt most az ütő mozdulatot a teniszlabda szimulálja a kezükben, amit egyszerűen át kell dobni a háló fölött, minél rövidebben. A gyakorlat nagy előnye, hogy kombináltan maga az ütő mozdulat gyakoroltatása is történik a teniszlabdával, illetve az egylábas felugrásnak a lábmunkája is. És következik az előbb beharangozott, hívjuk komplex gyakorlatnak. A karikák fogják jelölni az ütés célpontját. Ez azt jelenti, hogy meg kell próbálniuk majd eltalálni. A középső dobogon tartott labdát fognak ütni, ugye ez lesz a következő állomása a dolognak, most már tudják a magasságot, tudják, hogy hogy kell megütni, most el kell kezdeniük majd vele célozni. A szélsőn pedig, amiként a mellékelt ábra mutatja, dobott labdából fogják ütni ugyanezeket a labdákat. Mint látható, ennél a gyakorlatnál fontos a bal kéz szerepe is, amivel szintén kijelöli magának a célt. A dobogóról ütés másik nagy előnye, hogy ugye itt a játékos nem tud mozogni a labdáért, hiszen kötve van a helye, ezért pontos dobást igényel, de hozzá van szokva, illetve rá van kényszerítve az, hogy abban az egy pontban üsse meg a labdát. Thank you.
A következő feladatnál már 2 darab feladónk van, nincs zsámoly, nincs emelvény, és a tanultakat kellene használniuk először csak dobott labdánál. Tehát először a dobott potyalabdát adja fel a feladó, azt kellene megütni. Első körben centerbe, a pálya másik felén pedig az egylábas felugrást fogják gyakorolni, amit ugye eddig teniszlabdával csináltak, de most megütött labdával. A célterületek maradnak a pályán, és minden játékos 2 darab ütést fog kapni, 2 darab feladást fog kapni, hogy 2 tudjon belőle ütni. Ugye ez azért van, hogy amennyiben az elsőt elrontja, rögtön tudja korrigálni némi jó tanács segítségével. Azaz. Azaz. Ami itt nagyon fontos, és gyakoroltuk az elején is, a leérkezésnek a tanítása. Nem érkezik meg egy lábra, mert különböző kutatások szerint a fölugrás után a talajra érkezéskor a saját testsúlyának az 5-szöröse hat arra bizonyos bokaizületre. Ha az egy boka, akkor egy, ha kettő, kettő. Tehát páros lábra érkezünk bármilyen ütés szituációból, mert sérülést tudunk vele megelőzni. Miként látható ütés után gyakorlatilag szembe a hálóval lép ki, mintha a következő ütést kapná, gyakorlatilag teljes egészében játékszerű szituáció. Azaz. Amit fontos még tudni, hogy ugye a feladó center kapcsolatát látjuk többek között a pályán. Ennél a gyakorlatnál nem vettük külön azt, hogy lehet helyreadni, tehát hogy mindig a hármas helyre kapja a center a feladást, vagy lehet lebegősen feladni, ami azt jelenti, hogy a feladó mozgásához képest igazodik a center, és úgy kapja a labdát. Azaz.
Akarunk még egy lábas csinálni? Van három, nem? Jó. Gyakorlatilag ennyit gondoltunk a center támadás összerakására, begyakorlására. Akinek esetleg bármi kérdése lenne, nyugodtan. Ez esetben köszönjük szépen a figyelmet. Hát sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Szerintem bennünket vártatok a legjobban. Mi vagyunk az utolsók, tehát nincs több előadás. Mielőtt még elkezdenénk a bemutatónkat, kérték, hogy beszéljünk arról, hogy mi volt előtte a kis csoportos foglalkozásom. Nagyon nagy szerencsénk volt, mert olyan edzőlegendánkkal voltunk együtt, akiknek most szeretnénk kérni egy tapsot, hogy ennyi idősen eljöttek közénk és megosztják a tapasztalatot Kis Pista bácsinak. És Sándor Péternek, nem tudom merre van. Tehát nagyon jó volt látni ezt az időutazást, az ő röplabdájuk is, ami röplabdán között, ami most már itt a 21. században mindenkit jellemez. Ugye 20-as korosztályt kaptunk, ami azt jelenti, hogy a lányok 6-8, esetleg 10 éve már ismerkednek a röplabdával, tehát szeretnének ebben a sportágban megmaradni és játszani. És olyan feladatot kaptunk, hogy bővítsük a repertoárukat, nézzük meg, hogy a feladó-ütő kapcsolatot hogy lehet még színesebbé tenni, hogy tudjuk megbontani az ellenfél sáncvédekezését, hogy tudunk minél hatékonyabban támadni, és erre próbáltunk nektek gyakorlatokat hozni, hogy a csapat egységként tudjon mozogni. Természetesen ugye itt már azt feltételezzük, hogy a technikai tudás mindenkinek a kezében van, tehát a bejátszással, a feladó helyzetével, a poszt-specifikus mozgásokkal nincs probléma, tehát ezeket már minden játékos tudja. Jó, a hároson kívüli támadásnak az egyik bevezető gyakorlata, amit most látunk, ez egy komplex gyakorlat, próbáljuk rávezetni a kar és a lábmozdulatra a játékosokat, tehát egy bejátszásból hároson kívüli támadás van, először csak földről, hogy kinyúljon a kéz, magasan legyen a kéz. A bemelegítés után jönnek természetesen azok a gyakorlatok, ami már a kifejezetten a hátsó támadások beépítésére vonatkozik. Itt azért még el kell mondanunk, 20-as csapatról beszélünk, ami előszobája a felnőtt csapatnak. Tehát ez a korosztály után már ugye nincs utánpótlás korosztály, itt már felnőtt csapatban játszanak a játékosok, tehát igazodniuk kell annak a klubnak a stratégiájához, amit ők játszanak, annak a védekezési és a támadási filozófiájához. Jó, tehát a lányok ugye most földről támadják meg a labdát. Ha már megvan a megfelelő ismétlésszám, akkor utána ez már ugrásból is fog menni. Mint minden gyakorlatnál itt is fontos az, hogy azok az alapok, amit már előtte a játékosok megtanultak, tehát egy bejátszásnál használni kezünket, lábunkat, fölemelni a labdát, nem a szemek közé szúrni a másiknak, legyen ideje helyezkedni. Előtte van a labda, amikor fölugrok. Ugye a hármasok kívüli mozgásnál nagyon fontos még a felugrásnál, hogy nem csak fölfelé, hanem lehetőség szerint ugye előre is tudjuk támadni a labdát, tehát tudunk lendületet venni, és azt a mozgási energiát is kihasználni az ütésben. Ami ennél a gyakorlatnál is látszik, hogy a posztonként eltérő mozgásúak a játékosok, tehát nem mindenki támadhat
vagy támad hármason kívülről. Ez már második gyakorlat? Igen, második. Aha. Ja. A változás az előző gyakorlathoz képest, hogy az edző utasításban adta, hogy milyen pozíciókat lehet támadni. Tehát 4-es-6-os pozíció a támadási irány, tehát nem bárhová, hanem az adott feladásból azt a két pozíciót kell megtámadni. A gyakorlat előre haladtával és a létszámtól függően természetesen mind a pozíciók, mind pedig a ütőtávok változhatnak, tehát melyik pozíciót kell támadni, és melyik pozícióban, melyik feladóban, tehát oldalcserével vagy helycserével tudjuk megoldani. Szuper! Tehát ez volt a két rávezető gyakorlat, ami a hármason kívüli támadáshoz hoztunk el nektek. A következő gyakorlatban ennek a további lépése lesz, ahol már zónákat fogunk támadni, háló fölötti ütésekből, védekezésből és annak megfelelően való támadásból. Második labda egyesre megy, ugyanúgy ő is üt egyes hely felé. Jó? Harmadik labda a hatosnak megy, ötösre üti. Negyedik labda az egyesnek megy, hatos, ötös irányba üti. Jó? És utána cseréltek. Tiszta? Jó, tehát elhangzottak azok az instrukciók, hogy milyen irányból érkező labdát melyik irányba fogjuk támadni, és ezt fogják bemutatni a lányok. Itt látható a gyakorlatnál a libero és a feladó helyzete az fix, tehát az ő kapcsolatuk is javul ebben a gyakorlatban. Tehát ebből az ütött labdából kell eltalálniuk. Ugye 6-os helyről 5-ös 1-es helyet támadunk, az 1-es helyről pedig 6-os 1-es helyet. Ugye a blokknak is az a fontos szerepe, hogy terelje az ütőt,
abba az irányba, abba a védekezési sávba, ahova szeretnénk a védekező játékosunkat állítani. Tehát sor is. Ki az? Nem, az az utolsó. Utolsó. Ja. Center nem volt itt első sorban. Oké. Okay. Jó, ennek a gyakorlatnak vége van. Ugye ez csak ugye hármason kívül való támadás van, két pozícióban, hatos és egyes helyről volt gyakorlat, és különböző pozícióban, tehát helyre kellett ütni. Tovább növelve ugye a repertoárt, itt bevadunk a következő gyakorlatban elsősoros támadást is a négyes helyen, és nem csak ütött labda van, hanem potyalabda is, amit hátul az edző kollega fog dobni bizonyos helyre, és ugye a feladónak információként adja az edző, hogyha a pálya melyik helyére dobja a labdát, a potyalabdát az edző kollega, akkor kit kell abból kiválasztani. Tehát nagyon fontos, hogy tudatos legyen a feladó és az ütő fejében is, hogy adott labda pozíciójától mit választhat az az adott játékos. Természetesen ezek alapjátékok, amit majd lehet tovább bonyolítani, vagy tovább finomítani, akkor, hogyha ezek az összhangok már nagyon jól működnek. Tehát az előzőhöz képest van egy négyes ütőnk, aki kaphat labdát. A feladó dönti el, hogy az adott bejátszásban mi történik. Jó, tehát volt egy négyes támadásunk, most jön egy potyalabda. Jó, tehát látható volt, hogy itt a labda helyzetétől az egyes vagy a hatos helyet kellett kiválasztani a feladónak. Mind a három ütő foglalkoztatva volt, utána van forgás. Tehát kérünk egy négyes ütőt, és egyes hatos helyre kérünk még játékost. Igen. Ugye az idő rövidsége miatt csak egy pozíciót mutatunk a feladó helyzetéből, tehát a feladó jelen pillanatban mindig kettes helyen van. Tehát ezt ugye minden feladó pozícióban meg lehet ismételni, hogy adott helyen, adott helyszínen az ütők és a feladók helyzetét figyelembe véve milyen lehetőségeink vannak az első soros és a hátsó soros támadásokra. Forog. Ez lehet utolsó, és utána még van 5 percünk. Aki hatoson volt, az megy négyes a lányok, és innen jön be az új ember hatosra. Úgy, jó. Semmi baj, menjen. Jó, egy utolsó ebből a feladatból.
Jó, köszönjük. Az utolsó feladatunk pedig arra vonatkozik majd, hogy már 6 ember van a minden térfélen, tehát ezen a térfélen is van egy center játékunk is, ami mellett ugye kialakulhat a választása a feladónak, hogy akkor a két elsőtőből és a 6-os és 1-es helyen lévő játékosból kit választ ki. És még egyszer hangsúlyozva, hogy jelen pillanatban a feladót 2-es helyen tartjuk folyamatosan ennél a gyakorlatnál, amit forgással természetesen lehet tovább gyakorolni, hogy adott pozícióban honnan fut be a feladó, hova megy a bejátszás, és ahol milyen kiválasztások lehetnek. Center, még jöjjön lányokat a középre. Mindegy, hogy kivel mindenki jön mindenhova. Úgy ott hatoson is egy védekező jó. Mert... Jó, tehát akár a ütésből, akár pedig a potyalabdából dönthet a feladó, hogy hova teszi a labdát. Természetesen először még lehet kézi vezéléssel, mint hallható az edző instrukcióival, ami egyre jobban majd sajátjuk lesz a játékosoknak. Tehát, mint a bevezetőben említettem, ugye a feladatok, vagy a hátsó soros támadás egyik lényege, hogy az ellenfél blokkvédekezését meg tudjuk bontani. Minél több olyan sávot találjunk, ahol át tudunk támadni a másik oldalra hatékonyan, nem pedig a falakkal találkozunk. Tehát ebben a korosztályban már előtérbe helyeződhet, hogy nem csak a hálóról, hanem hármason kívül is hatékonyan tudunk támadni. Jó, és akkor egy utolsó forgással még ezt a gyakorlatot. Egy center, valaki jöjjön, center brány. Köszönjük szépen, kérjük egy nagy tapsot a lányoknak és az edzőknek. És mi is szeretnénk megköszönni akkor a lehetőséget, hogy be tudtuk ezt mutatni. Reméljük, hogy a kollégák tudtak nektek is olyat mondani, amit tudtok hasznosítani majd edzésen.